Úgyis megfogalmazhattam volna a tisztelt képviselőtársak, államtitkár úr a kérdést, hogy tudta, hogy Somogy megyében látványos szakaszához érkezett az egészségügy összeomlása. Államtitkár úr, az egészségügy átalakítása jegyében a Marcali kórházat integrálták a Kaposvári kórházba. Magas minőségű, magas színvonalú, azonos hozzáférésű és esélyű betegellátást ígértek. Hivatkoztak a humán erőforrás problémára is az integrációkor. Ön azt állította, hogy így most a szakorvosok biztosítása Marcali és környéke lakossága számára sokkal inkább biztosítva van. Azóta a Marcali kórházból jelentős számú orvos távozott. Súlyos munkaerő problémákkal küzdik a Kaposvári kórház is. A probléma olyan súlyos, hogy a folyamatosan leépülő, megszűnő egészségügyi szolgáltatások sorában most egy orvos halála miatt kialakult kezelhetetlen létszámhiányra hivatkozva 2016. szeptember 20-ától bezárják a szülésznőgyógyászati osztályt is. Államtitkár úr, azt ígérték, hogy jobb színvonal lesz. Nem lett, pedig a több milliárdos fejlesztések után elkeserítően építenek le mindent. Önök egyenlőbb hozzáférést ígértek, nem lett, hiszen a Marcali és környékén élőknek másfél órás busz utazást, oda-vissza három órás utazást vesz igénybe, hogy ugyanazokhoz a szolgáltatásokhoz hozzáférjenek. Államtitkár úr, mikor veszik már észre, hogy hiába állnak ki a marcaliak egy emberként a kórházért, ha nincs az infrastruktúrának valós gazdája, ha nincsenek források, kiszámítható működési mechanizmus, ezt az erőfeszítés semmit se ér. Ha tényleg fontos lenne önöknek, hogy több gyerek szülessen, akkor nem bezárnák ezt az osztályt, hanem mindent elkövetnének, hogy megmentsék. Államtitkár úr, mikor fogják már belátni, hogy ez az átalakítás hiba volt, hogy önök az egészségügy átalakításában rossz úton járnak? Tisztá államtitkár úr, miért akarnak elfekvőt csinálni a Marcali kórházból több milliárdnyi befektetés után? Képviselő úr, tisztelt országgyűlés, megadom a szót válaszadásra Rétvári Bence államtitkár úrnak, megköszönöm együttműködéseket, és az ülés vezetést átadom Latolcai János alelnök úrnak. Köszönöm. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Azt hiszem, nem csak a Marcali kórháznak, de minden más kórháznak az lett volna az igazán veszélyes, hogy a szocialista egészségügyi kormányzás, szocialista liberális álmokfutás folytatódik tovább, hiszen akkor önök nagyon lelkesen szedték volna a vizitdíjat is, nem csak Marcaliban, de mindenhol máshol. Az önök egészségügyi kormányzásának is vannak eredményei. 6000 dolgozónak az eltávolítása, 16000 ágynak a felszámolása, 650 milliárd forintnak a kivonása az egészségügyből, 600 kispatiga bezárása, az e-kasszából, az egészségügyi alapból csak az utolsó években 200 milliárd forintot vettek ki, 1500 milliárd forint alá vitték azt, amit mi most visszaemeltünk 1700 milliárd forintra. Bocsánat, 2000 milliárd forint fölé. Nem csak 1700-ra onnan önök leépítették, hanem 2000 milliárd forint fölé. Igyekeztünk mindenhol, az ország minden részén, Marcaliban is, máshol is fejlesztéseket vinni, továbbvinni. Ön is tudja, tisztelt képviselő úr, hogy a szülészet nőgyógyászati osztályon az elmúlt években Marcaliban kevesebb, mint 300-an szültek, 300 gyermek született. És ön is tudja, hogy van a szakmai kollégium szülészet nőgyógyászati tagozatának egy minimum ajánlása, hogy mennyi az az esetszám, ami azért szükséges ahhoz, hogy meglegyen az a rutin, meglegyen az a tapasztalat az orvosoknál azért, hogy biztonságban tudjanak megszületni a gyerekek. Ön is tudja, ez 500. Az az ideális, hogyha 3-4 szülés van egy kórházban naponta, de az évi 500 születés száma minimum ahhoz, hogy biztonságban tudjanak ezek a gyermekek megszületni. Legyen hozzá a háttér, rutin és tapasztalat. Ez Marcaliban sajnos a gyermekszám alacsony volt, amiatt csökkent 300 alá. Éppen ezért nem külön kormányzati döntés szerint, hanem a szakmai kollégium szülészet nőgyászati tagozata szövődmények megelőzéséhez adott iránymutatása szerint nem működhet ilyenkor önállóan már egy önálló szülészeti osztály, de mindenkinek természetesen ez Kaposváron biztosított. Köszönöm. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, és egy perces viszontválaszra megadom a szót Harangozó Gábor képviselő úrnak, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Államtitkár úr, önnek itt arra kellett volna válaszolnia, hogy miért csinálnak elfekvőt a Marcali kórházból azután, hogy 3,5 milliárd forintot költöttek rá. Önöknek
Marcelli és környékén nem lakossági fórumokat kéne tartani arról, hogy Juncker képletet hazudjanak bele az emberek szemébe, és nem gyűlöletkampányt kéne folytatnia azért, hogy eltereljék a figyelmet ezekről az igen súlyos problémákról. Összeomlik az egészségügy azért, mert egy orvos meghalt, be kell zárni egy osztályt. Nem szégyeli magát, hogy erre ilyen válasszal jön ide? Államtitkár úr, tudja, miről kéne önöknek beszélni? Hogy a most megjelent KSH statisztikák szerint Somogy megyében az egészségügyi fizikai dolgozóknak a nettó átlagkeresete 57.564 forint. Ezzel a szégyennel kéne valamit kezdenie, és azzal, hogy hiába tette bele a város a pénzt ebbe a kórházba, önök hiába hazudoznak nekik össze-vissza, hogy milyen nagyszerű egészségügyet fognak csinálni, leépítenek, tönkretesznek mindent, és hazugságokkal próbálják meg elfedni. Szégyellje magát, nem fogadom el a válaszát. Államtitkár úrnak is egy perces viszont válaszra van lehetősége, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, sem a számokkal, sem a műfajokkal nincsen tisztában. Ez nem az interpellációs másfél óra, azon már túl vagyunk, önök nem kell nyilatkozni arról, hogy elfogad vagy nem fogadja el a választ, ez az azonnali kérdések órája. Egyrésztről, másrésztről azért azt szerintem fontos, ha nem önnek, legalább a Marcelliban élőknek, hogy a terveink szerint 10 új ágyas részleg lőhet létre a Kaposi Mór Oktatókórháznak a Marcelli telephelyén, amely sürgős ellátást igénylő és helyben biztonsággal megoldható és kezelhető esetek ellátását teszi lehetővé. Marcelliban egyébként mind a sürgősségi osztályon, illetve a diagnosztikai vizsgálatokon továbbra is igyekszünk jobb színvonalat garantálni. Ehhez szerencsére végre többletforrás is van, mert önökkel szemben, akik elvettek mindenkitől ebben a kórházban egy havi bért, mi az orvosoknak most 207 ezer forinttól emeljük a bérét, az ápolóknak pedig 66,5%-kal emeljük a következő 4 évben a bérét. Lehet persze választani, tisztelt képviselő, és visszasűrni azt az időket, kevesen sírják vissza azt az időket, amikor betegként vízidíjféléme fenyegetett, orvosként pedig bércsökkentés volt, most pedig béremelkedés van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr.